Megbeszéljük. Bolgár György és a hallgatók műsora. A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53. Halló! Halló! Jó napot kívánok, Bolgár úr! Hát igazándiból nem a mai kérdésekkel szeretnék foglalkozni, csak egyetlen egyel, azzal nagyon röviden, hanem a tegnap Gyurcsány Ferenc témával, nagyon röviden abban is. Bolgár úr, a Mesterházi Attila mit szól ezekhez a rémségekhez, amikről minket kérdez hallgatókat, hogy mit szólunk ehhez a stadion, meg a stb. Tudnilik, a Mesterházi Attilát én nem is látom, meg nem is hallom. Hát én pedig a legritkább az őt látom. Hát szerintem hol, nem, dugda, nem dugdasság. Hol lehet őt látni? Tessék jó, már mondani, mert jó akkor kérdés, oda kapcsol. De... Igaza van, de felszólal a parlamentben, megjelenik fórumokon. Jó, hát azt nem látják, a rengeteg ember nem látja a parlamentben, hogy felszólal, mert dolgoznak, mert itt vannak, mert ott vannak. Tehát én őt látom a legkevesebbet. Felszólal a Szanyi Tibor, meg... Na, szóval többet kellene semmit. Például igen, rádióban, kellene tévében, vagy a saját pártuk. Hogy lássuk őt, és lássuk a határozott véleményét, mert mindig, ha beszél, Kálmán Olgánál, vagy bárhol, én már kívülről tudom az ő szövegét, akár én is elmondhatnám helyettem, nagyon jól el tudnám mondani. Egy és ugyanazt hajtogatja. Na most még Mesterházi Attila... De akkor nem őt hiányolja, hanem azt hiányolja, hogy nem újat mond. Hát mondjon újat, és azt meg jó keményen, de jó keményen, helyettünk, hallgatók helyett, mert mi hiába mondjuk előtt, úgy kellene ráerősítenie, mint ahogy Gyurcsány szokott? Hát például. Igen, úgy kellene. Mi addig, ameddig azon morfondírozik a Mesterházi Attila, hogy önöket arra kérje újságírókat, hogy most már ezt a kis maradék baloldali pártot is verjék szét. Ne haragudjon, Bolgár úr, én nagyon kedvelem magát. Őszintén mondom, de tegnap este mind a négyüket letegeztem a televízióba, miközben ültem önökkel szembe. És azt kérdeztem, hogyha Gyurcsány úr hátralép, amit egyfolytában emlegetnek, akkor azt kérdeztem, hogy és mit gondoltok ti, hogy a 600 ezer ember oda megy a Mesterházira szavazni, vagy az 500 ezer? Én ezt úgy képzelem, hogyha már akkor, ha nem is vagyunk tegező viszonyban, de vitatkozó viszonyban vagyunk. Én arra gondolok, és nem biztos, hogy mind a négyen egyformán gondolkodtunk erről tegnap este is, hogy azért kéne ezt neki felajánlania, mert akkor azt lehetne mondani, hogy a demokratikus koalícióra szükség van, a pártra szükség van, az ő bevonására egy demokratikus ellenzéki szövetségben szükség van, de ha azt mondják néhányan, például a szocialisták, hogy Gyurcsány akadály, a szavazók egy része számára, akkor Gyurcsány valamiféle nagylelkű gesztussal azt mondhatja, jó, hiszen ő ezt megelőlegezte. Jó, én nem akarok akadály lenni, én abban vagyok érdekelt, hogy közösen együtt győzzünk, és eltávolítsuk ezt az Orbán kormányt a hatalomból. De ehhez pedig akkor az ő néhány százezer szavazója úgy fog csatlakozni, ha Gyurcsány azt mondja, hogy értsétek meg, én most hajlandó vagyok egyet visszalépni, az én politikám ott lesz a demokratikus koalícióval együtt, és én arra kérlek benneteket, az én szavazóimat, hogy értsétek meg ezt, én nem fogok örökre visszavonulni a politikától, sőt, politikától sem, csak azt ígérem, hogy a következő parlamenti választás után nem akarok mondjuk a parlament tagja lenni, ha ez a koalíció győz. Aztán a politikából ő neki nem kell visszavonulnia, szerintem nyugodtan megtarthatná a demokratikus koalíció elnöki tisztségét, beleszólhatna abba, amibe akar, és ott áll előtte még az egész politikai karrier. Bolgár úr, ott legbelül a szíve mélyén maga se így, ön sem így gondolja. Gyurcsány Ferenc nélkül egy semmi lesz a demokratikus koalíció. Nem azért, hogy leértékeljen Vadai Ágneséket, imádom őket. De nem kellene. Lenne Gyurcsány Ferenc helyett, aki megmondaná a parlamentbe, amit meg kell mondani. Ki? Ha ide figyeljen, erre is van egy alternatíva. Ha győz az ellenzéki szövetség, akkor azt lehet mondani, hogy
Gyurcsány politikája és pártja ott van benne a szövetség részeként, Gyurcsány a parlamenten kívülről pártelnökként, ha pedig veszít, akkor be lehetne őt hozni a lista aljáról is a parlamentbe, hogy az ellenzéki hang erőteljesebb gyurcsányi árnyalatot kapjon. A győzelem esetén valószínűleg rengeteg konfliktust okozna, hogy Gyurcsány nem miniszterelnökként, hanem az egyik ellenzék, vagy egyik demokratikus szövetségi párt vezetőjeként szólna bele a dologba, erőre lehetne borítékolni a konfliktust. Ha ellenzékben nem marad, miniszterelnök lenni, annyiszor elmondta de már. De beleszólni akar, hiszen akar, hát most is beleszól. Hát beleszól, hát még szép, hogy bele akar szólni, hát egy pártnak a vezetője. Hát miért nem lép hátra Mesterházi Attila, és menne eljegyre Tóbiás József, de egy vagy különbség, a szegedi ember, azok még jobban tudnak beszélni. Egy különbség van. Hátra Mesterházi Attila, egy különbség van a kettejük között. Mi? Az, hogy Gyurcsány Ferenc 5 évig miniszterelnök volt, és ő maga lemondott. Mesterházi pedig még nem volt. Na jó, miért mondott le? Hát én meg hát... már nem vagyok ám mai csirke, szóval én azért már miért mondott le? Hát azért nem csak azért mondott le, mert azt gondoltam ma, hogy majd holnap szakácskönyvet írok, és most lemondok, hanem azért mondott le, mert megvolt az oka. Hát megvolt az oka, de többek között az volt az oka, hogy az Összödi beszédet úgy mondta el, ahogy elmondta, ebből egy nagy belpolitikai válság keletkezett, ezt a válságot a Fidesz tökéletesen kihasználta. Hibáztak folyamatosan. Az önök is újságírók. Ebben nem hiszem, hogy mi voltunk hibásak. Nem tudom. Ugye elmondták Semjénék is, hogy amortizálták le Gyurcsányt, ez megtörtént. Miért hagyták a Mesterházi Attiláék? Hát hogy miért hagyták? Hát ott, azért, ott álltak Gyurcsány mellett. Nem, ott miért álltak hagyták? Mellett. Az első pillanattól kezdve, amikor bizalmi szavazás volt a parlamentben, az MSZP kiállt mellette. 2006 őszétől kezdve, 2009 kora tavaszáig ott állt mellette az MSZP. Ott volt mögötte. Az más kérdés, hogy a különböző reformintézkedéseiből hogyan hátráltak ki, vagy az SZDSZ miatt, vagy a Gyurcsányi elképzelés miatt, ki tudja mi miatt. Ez most már egy másik kérdés, bele lehet ebbe is menni. De a lényeg az, hogy Gyurcsány úgy érezte, hogy nincs tovább neki. Ebbe bizonyos értelemben ő belebukott, nem tudta végigvinni azt a reformprogramot, amivel ő úgy gondolta, hogy előre viszi az országot. Ez az ő kudarca is volt, persze az MSZP-é is. Hát most akkor ezek után nyilvánvalóan egy új arcnak, egy új politikusnak kellene megpróbálnia egy baloldali vagy demokratikus programmal színre lépnie, és ha ezt maga Gyurcsány is elismeri, mert azt mondja, hogy ő nem akar miniszterelnök lenni. Na de miért baj az, hogy a parlamentben bent lenne, Bolgár úr? Az nem lenne szerintem önmagában baj, de ha már egyszerű, kétszer is vagy háromszor is meglebegtette, hogyha én vagyok az akadály, akkor visszalépek, akkor legalábbis tesztelni kéne az MSZP-t, meg Bajnaiékat, hogy de valóban én vagyok az akadály. Azokat az embereket, akik a Gyurcsány DK-jára szavaznának, csináljanak tényleg egy őszinte tesztelést, nem ám olyat, amit aztán Németh Péter, meg a nem tudom én ki engedélyezne, meg Vicsek Ferenc, már elnézést a nevekért, hogy mondom, de nagyon ki vagyok belőlük ábrándulva, akkor csináljanak olyan tesztet, hogy igen, kérdezzék meg az emberek, hogy tessék mondani, hányan szavaznának Gyurcsány Ferencre a DK-ból, hogy maradjon bent, és hányan, akik átmennének a DK szavazói, a DK szavazói biztos, hogy mind Gyurcsányra szavaznának, de ha Gyurcsány de kérni... Mesterházi Attila, hogy oda mennek a szocialista pártba szavazni, mert csak én biztos, mennének, hogy nem megyek. Csak akkor mennének, ha Gyurcsány Ferenc kiállna a saját hívei elé, és azt mondaná, hogy értsétek meg. Miába állnak így, Bolgár úr, mert ha kiállna se hív, tehát nem. Miért ne hinnének nem, neki? Nélküle nincs színe az egésznek, nélküle a DK-nak nincs színe, hogy mondjam, hát értsék már meg, és nem egyedül mondom, hanem millióan a környezetemben, és nap mint nap kiírják a tévébe, a szallagra, mondják a magukért, önök meg mantázzák, hogy lépjen hátra. Hát én nem tudom. Hát nézze, megint más volna a helyzet, hogyha Gyurcsány pártjának volna 20%-a, és az MSZP-nek volna 5. Akkor még előfordulhat. Még ez is előfordulhat, de ma nem ez a helyzet. Ma pont fordított a helyzet. Hát mégis csak az MSZP a jóval erősebb párt. Lehet, hogy Gyurcsánynál színesebb, és szenvedélyesebb, és hatásosabb politikus nincs a demokratikus ellenzéki oldalon. Ezt aláírom. De ez önmagában kevés. Fontos, de ez kevés. És láthatóan kevés, mert ha így, nem így lenne, akkor az DK-nak lenne 20-25%-a, de nincs neki. Azért ez egy fontos
tény, amivel szembe kell nézni, jaj, akkor is, hogyha ha sajnálkozunk. És egyébként azon kellene dolgozni, mert ez a legfontosabb, hogy legyen valamilyen ellenzéki összefogás, mert csak így lehet leváltani az Orbán rezsimet. Ha tényleg sokan úgy gondolják, hogy Gyurcsány az akadály, akkor neki meg kell próbálnia ezt a lehetőséget konkrétan előterjeszteni. Ha én vagyok, tessék, most nézzük meg tudunk-e egyezni, hogyha én közlöm, hogy nem akarok képviselő lenni. És tessék mondani, honnan lehet ezt megállapítani, mert például ma Népszavában egyetlen egy szót nem írtak arról, hogy az az ember tegnap a Kálmán Olgánál mai napról beszélt. Egy szót, egy árva hangot nem. A hírekbe, a mi rádiónkban így mondom, egy szót nem hallok. Szóval, hogy... Mert nem akarja senki ultimátumként felfogni ezt a december 10-ét. Nem hiszem, hogy az annyira neki, amit őnek is adtak ultimátumot, nem? Itt voltak kint, ahol én lakom, szeptember végén a szocialista párt ilyen gulyásféle, vagy mit tartott. Na mondom, elmegyek, megnézem már, hogy hány óra mit üt. Tóbiás József fölállt, a harangozó fölállt, nagyon édes, szimpatikus emberek, csak másnap Tóbiás József a Kálmán Olgánál egészen más beszélt, mint amit itt mondott. Hát ettől örülök meg. Hát az mondjuk nem szerencsés. Nagyjából azt kell mondani szemtől szembe is, mint a nagy közönség előtt. Na. Jó, hát én csak abban tudok, ne kérjem, bocsánat, az a jó, jó tesz a műsornak is, meg őszintén mondja el a véleményét, különben nem jutunk előbbre. Köszönöm szépen, viszont hallásra. Köszönöm.